sokan közületek biztosan ismerik a Nem nagyon bírjuk egymást a falakkal kiállítás plakátját. Bár kifejezetten figyeltünk arra, hogy ne legyen felismerhető ki van rajta, nektek elárulom, hogy engem ábrázol. A velem készült fotósorozat központi témájára lépcsőket választottuk, ma este elmesélem, hogy ez a hétköznapinak tűnő tárgy hogyan alakította az életemet, és hogyan döbbentett rá a saját felelősségemre azzal kapcsolatban, hogy egy olyan világban éljünk, ahol a lépcsők senkit nem akadályoznak abban, hogy önálló életet élhessen. Már akkor megtapasztaltam, hogy néhány lépcsőfok mennyire bonyolultá teheti az életemet, amikor általános iskolába kerültem. Nem csak az épületbe való bejutás jelentett volna itt minden nap emberpróbáló feladatot, de az épület kialakítása miatt félemeletekkel is gyakran meg kellett volna küzdenem. Miután bebizonyítottam, hogy helyen van az integrált oktatásban, végül magántanulóként végeztem el mind a 8 osztályt. Középiskolásként azonban már nem jöhetett szóba a magántanulóság, és vágytam a velem egykorúak társaságára is. Beiratkoztam a közeli gimnáziumba, itt ugyan szintén nem volt lift, az igazgatónő azonban nagyon segítőkész volt, mindig figyelt arra, hogy a földszinten legyen az osztályunk. Az itt töltött 4 év alatt így nem sok konfliktusom volt a lépcsőkkel, leszámítva a bejáratnál található néhány lépcsőfokot, melyet azonban néhány segítőkész szülő az első pár hét alatt áthidalt egy rámpával. Ez volt az első alkalom, amikor a kedvemért kezdtek el akadálymentesíteni egy épületet. Akkor még nem tudtam, de ez visszatérő jelenség lett az életemben. Érettség után nem csak a tanulmányaim terén történt jelentős változás. Felvettek pszichológia szakra, de a családtól való függetlenedés terén is mérföldkőhöz érkeztem. Zala megyéből származom, az egyetemet azonban Pécset kezdtem el, így 19 évesen kollégiumban költöztem. Édesanyám az első hetekben mellettem volt, ezt követően azonban elkezdtem kialakítani a saját önálló életemet. Bár mindenki bíztatott, hogy az egyetemi évek életem legfelhőtlenebb időszaka lesz, a Pécsen töltött időszak a legkevésbé sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A tanszékünk egy lift nélküli épületben kapott helyet, ahol csak a csoporttársaim, vagy az egyetemen dolgozó szociális munkások segítségével tudtam közlekedni az emeletek között. A képzés utolsó évére egyre frusztrálóbbá vált az állandó kiszolgáltatottság. Egyre nehezebben viseltem, hogy másoktól függ, hova és mikor tudok eljutni. Ekkor döntöttem el, hogy a mesterképzést Budapesten szeretném elvégezni. Ez nagyon vonzó lehetőségnek tűnt, meg hát az is köztudott, hogy 23 évesen felköltözni az egyetemre és itt tölteni az egyetemi éveket elég menő. Az ELTE minden igényemnek megfelelt, itt lépcsőből is sokkal kevesebb volt. Csak a büféig kellett eljutnom, és onnan már egy rozoga öreg lift lepített a megfelelő teremhez. Ugyan évekig lobbiztam egy új liftért, ennek az előnyeit sajnos én már nem élvezhettem, az utána jövő év folyamok azonban szerencsére igen. Most arra komoly rutint szereztem abban, hogy hogyan kell különböző épületek akadálymentesítését kiharcolni. Némelyik küzdelem igen időigényes, de ilyenkor mindig inspirál a tudat, hogy nem csak a saját mindennapjaimat, de mások életét is könnyebbé teszik ezek az apró, de annál fontosabb sikerek. Az egyetem egy akadálymentes kollégiumi szobát is ígért, ennek a kialakítása azonban tűzvédelmi okokból meghiúsult. Sokkoló volt ekkor szembesülni azzal, hogy egy mozgássérült fiatalnak, ha nincs elegendő pénze ahhoz, hogy saját lakást vegyen, gyakorlatilag semmilyen lehetősége nincs arra, hogy vidékről a fővárosba költözhessen. Ettől a pillanattól fogva tudtam, hogy aktívan szeretnék tenni azért, hogy az önálló lakhatás mindenki számára hozzáférhető legyen, és ne a szerencse, vagy a személyes kapcsolatok határozzák meg a lehetőségeket. Magam is csak a szerencsének köszönhetem, hogy beköltözhettem egy akadálymentes önkormányzati lakásba, ahol én már 7. éve élek. A CEUN, amelynek egyik épületét szintén miattam akadálymentesítették, már azzal a konkrét szándékkal kezdtem meg a tanulmányaimat, hogy ezért a célért dolgozhassak majd az ott megszerzett tudással. Egészen 2016-ig azonban nem találtam társakat ehhez a küzdelemhez. Ekkor csatlakoztam az önálló alakni közösségben önrészvételi aktivitáshoz, melyet a közélet iskolája hívott életre. Kutatótársaimmal arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy mozgássérült ember önállóan élhessen ma Magyarországon. Ennek a folyamatnak a során döbbentem rá arra,
hogy érintettként nem csak lehetőségem van ezért a célért dolgozni, de kötelességemnek is érzem, hogy cselekedjek, és így váltam aktivistává. 2017-től én már önálló érdekvédelmi csoportként működünk, két fő területre fókuszálva, az önálló lakhatásra és az akadálymentes tömegközlekedésre. Büszkék vagyunk arra, hogy minden nap aktívan teszünk azért, hogy a mozgáskorlátozott emberek szabadabban mozoghassanak az őket körülvevő világban. Nekünk köszönhetően kezdődött el számos közösségi tér, például a budapesti Aurora vagy a Gólya akadálymentesítése. Munkánk kevésbé látványos, de ugyanilyen fontos része az is, amikor háttérkutatást végzünk, jogszabályokat értelmezünk, vagy javaslatokat dolgozunk ki. Tevékenységünk hozzájárult ahhoz, a tavaly megszületett megállapodáshoz, melynek értelmében a 3-as metró összes állomása akadálymentes lesz a felújítás végére. Továbbra is figyelemmel kísérik a felújítás folyamatát, hogy valódi akadálymentesítés történjen. Emellett újabb érdekérvényesítő kampányokat is tervezünk az önálló lakhatásért és egy rugalmas támogató szolgálati rendszerért. Hiszünk abban, hogy az önálló lakhatás, mint az önrendelkező élet alapvető feltétele mindenkit megillet. Senkinek nem lenne szabad arra kényszerülnie, hogy élete végéig a szüleivel éljen, vagy jellemzően idősek számára fenntartott intézménybe kelljen költöznie, csupán azért, mert nincs más elérhető akadálymentes hatási lehetőség. Hiszünk abban, hogy a tömegközlekedésnek mindenki számára egyformán hozzáférhetőnek kell lennie. Hiszünk egy olyan világban, ahol minden mozgássérült ember szabadon döntheti el, hol és hogyan szeretne élni. Bár kerekesszékben ülünk, a képzeletünk számára nincsenek akadályok, és minden nap aktívan teszünk azért, hogy ez a világ megvalósulhasson.